A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mert te vagy az erős és örök Isten, és hálásan köszönjük, hogy mégis mondhatjuk, hogy atyánk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért visszafogadtál minket gyermekeidnek. Köszönjük, hogy ő érette, adtad a te szent lelkedet minden benne hívőnek. Könyörülj rajtunk, hogy valóban gyermekeiddé váljunk, és gyermekeidként éljünk. Köszönjük, atyánk, hogy előtted örvendezhetünk ezen a reggelen is. Akkor is, ha sok gondunk van, ha sok minden hiányzik az életünkből, ha sok bizonytalanság meredezik előttünk. Köszönjük, hogy örvendezhetünk neked, aki örökké való szeretettel szeretsz minket, aki annak ellenére szeretsz, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek. Köszönjük, hogy nem a mi teljesítményeink szerint fogadsz el és ajándékozol, hanem a te nagy gazdagságod szerint. Köszönjük, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Bocsáss meg, hogy olyan nagy szükségünk van erre. Olyan sokféleképpen megbántottunk téged az elmúlt héten is. Vétkeztünk még azok ellen is, akiket pedig a legjobban szeretünk. Megvalljuk bűnbánattal, hogy megvan a bűn mi bennünk, és sokszor nem azt cselekesszük, amit akarunk, hanem azt, amit nem akarunk, a rosszat. Annál inkább köszönjük, hogy magad elé engedsz most is. És köszönjük, hogy a te igéd hatalom, és te úgy tudsz beleszólni mindannyiunk életébe, hogy ott történik valami. Mégpedig az történik, amire a legnagyobb szükségünk van. Kérünk, hogy így beszélj velünk most ebben a csendben. És adj nekünk halló szívet, hogy az emberi szón túl meghalljuk a te igédet. És add nekünk az engedelmesség lelkét, hogy tegyük is azt azonnal, amit mondasz. Hogy merjünk bízni ígéreteidben. Hogy fájjon nekünk a bűn, és elhagyjuk azt. Hogy tudjunk őszintén bocsánatot kérni, és biztosra venni, hogy megbocsátottál. Hogy tudjunk a te kedved szerint járni. Segíts minket akaratodat tanulni. Útaidban járnunk. Holtalmad béfedezzen, kedvünk kedved szerint légyen. Ehhez vigyél közelebb minket most is, igéd és szent lelked által. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 4. részének 30. verséből olvasom. Az Efézusi levél 4. részének 30. verse így hangzik. Meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltság napjára. Kedves testvéreim, múlt vasárnap pünkösd ünnepén arról volt szó, hogy mit tesz velünk Isten szent lelke. Ma azt nézzük meg a Szentírásból, hogy mit tehetünk mi a szent lélekkel. Mit is tesz velünk Isten szent lelke? Olyan szépen kikerekedett az evangélium, a római levél múlt vasárnap olvasott részéből, hogy mindenek előtt szabadokká tesz, azután Isten gyermekeivé, és ilyen minőségünkben örökösökké is. Vagyis szabaddá tesz a bűn kényszere alól. Képessé válik a szent lelket kapott ember nem vétkezni is. Képes lesz arra, hogy ne a benne munkáló bűnre, hanem Istenre hallgasson. És ez nagy öröm a szent lelket kapott embernek. De nem csak, hogy kiszabadít a bűn rabszolgaságából, hanem befogad a családba. Isten gyermekeivé lesznek azok, akik Jézus Krisztust befogadták és kapták az ő szent lelkét. És mind gyermekek, folytatja Pál, örökösök is. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. És láttuk, hogy mi minden van abban a gazdag örökségben, amit mi ajándékképpen, érdemeink nélkül, egyedül Jézus Krisztus érdeméért kapunk. Ezt teszi velünk Isten szent lelke.
És mit tehetünk mi vele? Alapvetően engedelmeskedhetünk neki, vagy szembeszegülhetünk vele. És a szembeszegülésnek három különböző formáját említi meg a Szentírás. Megszomoríthatjuk Isten szent lelkét, megoldhatjuk a szent lelket, és lehet káromolni Isten szent lelkét. Nézzük meg, hogy melyik mit jelent, de először azért azon örvendezzünk, hogy lehetséges engedelmeskedni is neki. Mert erre a kérdésre, hogy mit tehet a hívő a szent lélekkel, azért a legfontosabb válasz mégiscsak az, hogy képes és kész engedelmeskedni neki. Jézus Krisztus feltűnően sokféleképpen fogalmazza meg, ahogy a Szentlélek elkezdi vezetni azt az embert, aki az ajándékát kapta. Azt mondja mindenek előtt, hogy megtanítja a Szentlélek dicsőíteni Jézust. Az ilyen ember tudja szív szerint magasztalni őt. Nem csak mondatokat mond vagy olvas valami könyvből, hanem megtelik a szíve az Úr dicsőítésével. Ami azt jelenti, hogy képes az eredeti hivatását betölteni. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten a maga dicsőségére teremtett minket. Ez volt a teremtés célja. És erre vált képtelenni az Isten ellen föllázadt ember. Önmagát dicsőíti. Tessék körülnézni a világban. Az újjászületett ember újra képes az eredeti, ős eredeti hivatását teljesíteni, Isten dicsőíteni. De a Szentlélek indítja a hívőt arra is, hogy másoknak beszéljen Isten szeretetéről. Hogy mint egy útjelző tábla mutassa az utat, hogy ez vezet az életre. Erre gyertek. Én már tudom, mert a halál útján jártam, most pedig az élet útjára tértem. És ismerem a különbséget. És mindezt egészen természetesen és erővel tudja tenni. Aztán utálni kezdi mindazt, ami Isten számára utálatos. Utálja a bűnt, és szereti az igét. Érti Isten igéjét. Egyszerre kinyílik a Biblia. Sok minden értelmet és új jelentést kap. És Isten akarata is egyre világosabb lesz a számára. Aztán azt mondja Jézus, hogy elvezet a Szentlélek a teljes igazsága. Egyre többet ismer meg a valóságból, az igazságból az ilyen ember. Aztán milyen fontos ígéret, hogy eszetekbe juttatja mindazt, amit én tanítottam nektek, mondja Jézus. Adott esetben egyszer csak eszembe jut. És ez a Szentléleknek a munkája. Aztán vigasztal, bátorít, biztat, és így tovább. Hosszan lehetne sorolni. Egy szóval a Szentlélek dolgozik abban, aki kapta a Szentlélek ajándékát, és dolgozik általa is. Használni kezdi, mint ahogy azt mutvasárnap láttuk, és Isten kezében áldott eszköz lesz az ilyen ember. Boldog az, aki enged a lélek indításának, és egyre inkább az jellemző rá, hogy engedelmes lesz az élete. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Erről hadd mondjak még röviden valamit, aztán áttérünk arra, hogy mi az, amikor nem engedünk a Szentléleknek. Például folyik egy kényes tárgyalás, nehéz kérdést kell eldönteni. Mindenki puhatolja a partnernek a hátsó szándékait, már-már megszületik a döntés, amikor valaki, aki ott hívő ember, és a hívő ember egy tárgyalás közben is szokott imádkozni, és figyel a Szentlélekre, egyszer csak rákérdez egy olyan mellékes megjegyzésre, ami ott elhangzott. Egyáltalán nem volt súlya annak, látszólag nem is tartozott a lényeghez. Erre a kérdésre azonban válaszolnia kellett a másik félnek, és ez leleplezett egy nagy huncutságot, amit azok okosan kiagyaltak és ügyesen elrejtettek. És egyszerre egyértelmű lett, hogy hogyan kell dönteni. Ez, aki rákérdezett, egy csöndes, hallgatag ember, aki nem túlságosan dörzsölt. Mivel azonban neki fontos volt az az ügy, és közben is imádkozott, hogy Uram, Te irányítsd az én elmémet, és ha lehet, hadd járuljak hozzá ahhoz, hogy helyes döntés szülessék. Isten szent lelke elkezdte vezetni őt. És adott neki bátorságot, hogy közbeszóljon, és arra a valamire rákérdezzen. És így lepleződött le valami, és így született jó döntés. Például így történik ez a gyakorlatban. Na most erre egy nem hívő ember nem képes, mert ő nem is szokott imádkozni.
Egy tárgyaláson meg pláne nem, az még elterelni a gondolatait, esetleg gondolhatja jót, arra kell figyelni. Hát persze, éppen mivel nagyon figyel a dolgára a hívő, ezért figyel a Szentlélek vezetésére, mert jól szeretné csinálni azokat a nagyon profán és hétköznapi feladatokat, amikkel Isten megbízta. Láttuk azt, hogy nem szakadt ketté az újjászületett ember élete, hogy van egy vallásos része, meg egy profán része. Egy élete van, amit áthat, átjár a Szentlélek vezetése. Vagy valakinek egy másik országban kellett szolgálnia, igét hirdetni, előadásokat tartani, és egészen váratlanul ott interjúk sorozata, meg tévé, meg mindenféle fölvonult, hogy őt szóra bírják. Egy nagyon zárkózott, csendes, szótlan ember, aki mindig precízen mindenre elkészül, akinek nem szokott azonnal eszébe jutni az, amit mondani kell. És elmondta, hogy ott a tévék lámpájában már egyszer csak valami vadonatúj gondolat eszébe jutott, miközben ő elkészült arra, hogy nagyjából mit fog mondani, egy teljesen új szempont, és kiderült, hogy az egészben az volt a legfontosabb, és az ott élő hívőknek hosszú távon az a rövid mondani való, amit belott kezdte az interjút, meghatározta az életét, növelte a hitelüket, nagy segítséget jelentett az ott élő megvetett hívőknek. És erről ő tudta a legjobban, vagy egyedül ő tudta, hogy nem az ő gondolata volt. Mivel ő ott is, és a hívő ember állandóan az imádság magatartásában él, akkor is, ha nem mond éppen imádságot, akkor is megszólítható Isten számára, nyitott ő előtte, tehát bármikor a Szentlélek vezetheti. Ezért bármikor eszébe juttathat olyan gondolatot, amire ott szükség van. És ha ő nincs eltelve a maga nagy gondolataitól, hanem mindig kész engedelmeskedni alázatosan, akkor fog kapni ilyen gondolatokat. És megkapja az ilyen ember hozzá a szükséges szelídséget is, a szükséges szeretetet mások iránt, még akkor is, hogyha azok kellemetlen emberek. És mindez nem az illető adottsága, hanem a Szentlélek ajándéka. Így történik a gyakorlatban az, hogy Isten lelke vezeti a benne hívőket. És így történik az, amit léptennyomon tapasztalunk, hogy eszünkbe juttat neveket, elénk hoz embereket, akiknek az életében valamire használni akar. Akkor oda el kell menni, vagy föl kell hívni, egyáltalán foglalkozni kell vele. Vagy hányszor kiderül, hogy indít valamiért, valakiért való komoly imádságra. És utólag tudja meg az ember, hogy akkor arra az imádságra nagyon nagy szükség volt, vagy akkor az illető nagy bajban volt. És eszünkbe juttat a vita közepette olyan érveket, amik megint ajándékok, és nem a mi érveink, és így tovább. Boldog ember az, aki erre rendezkedik be, hogy Isten szent lelke hadd vezessen a gondolataimat, az indulataimat, minden helyzetben hagyom magam irányítani, és én egészen rábíztam és kiszolgáltattam magamat neki. Van azonban sajnos egy másik lehetőség is, az, hogy nem engedelmeskedünk a Szentléleknek. Mert amíg ebben a testben élünk, addig megvan a lehetősége mindig a bűnnek is. Pál azt írja, hogy a bűn megvan én bennem. Nem uralkodik többé, mert Jézus Krisztus uralkodik a hívő életében, de megvan én bennem, és újra szóhoz akar jutni. És sajnos előfordul, hogy újra és újra szóhoz engedjük jutni. Ezért kerülnek bele ilyen intések a Szentírásba, ami alapigénk is, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Remélem, azt már nem kell a testvéreknek bizonygatni, hogy a Szentlélek személy. Nem személytelen erő, hanem személy. Megszomorítani csak egy személyt lehet. Valakit, valamit nem lehet megszomorítani. És valami nem tud minket vezetni és vigasztalni sem, csak valaki. A Szentlélek örök isteni személy, éppen úgy, mint az Atya és a Fiú. Ez nagyon fontos, hogy komolyan vegyük. És mit jelent az, hogy megszomorítjuk az Istennek bennünk lakozó szent lelkét? Ilyenkor ugyanaz történik, mint amikor mondjuk egy gyermek, egy felnőtt gyermek, aki azért még megkérdezi a szüleit, akinek a szülők még adhatnak tanácsot, vagy van egy nagyon jó barátja, és az adott esetben adott neki tanácsot,
A szülők is, a barát is ennek az illetőnek a javát akarják, a tanács jó, amit adtak, és ő mégsem hallgat rájuk, hanem megy a maga feje után a vesztébe. Ilyenkor nagyon szomorúak tudnak lenni azok, akik szeretik az illetőt, akik a javát akarják, akik neki drukkolnak, még akkor is, ha most így viselkedett, nagyon meg tudnak szomorodni. Most itt is valami ilyenről van szó. Isten szent lelke mindig jó irányba indít minket. És ha mégsem abba az irányba indulunk el, akkor megszomorodik. Érdekes, hogy szinte szó szerint az Ószövetségben is ott van ez a mondat. Az Ézsaiás 63.10-ben ezt olvassuk Isten népéről. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították szentségének lelkét. Amikor engedetlen a hívő Isten megértett parancsával szembe, akkor megszomorodik a Szentlélek. Ez olyan rossz, békétlen érzést ad. Megszomorodik maga a hívő is, hiszen ő már azonosult Isten lelkével, hiszen ő már döntött, hogy neki akar engedelmeskedni, csak most mégis engedetlenné vált. És a megszomorodott Szentlélek visszavonul, és magára hagyja az embert. Ha nem hallgatok rá, nem kötelező, akkor csináljam nélküle. De szomorúan nézi. Hogy történik ez a gyakorlatban? Minden hívő ember tudja, hogy dicsekedni bűn. Mert a mi feladatunk, hogy Isten dicsőítsük. Egy beszélgetés hevében azonban mégis elkezd dicsekedni egy hívő. És amikor megy hazafelé onnan a beszélgetésről, érzi, hogy valami nincs rendben. Mit rontottam el? Nem csináltam semmi olyat, ami beleütközik Isten törvényébe, és egyszer csak szinte visszahallja magát, hogy hogy dicsekedett ő, meghalványítva vagy meglopva ezzel Isten dicsőségét. A Szentlélek megszomorodott benne, és mint egy finom műszer, csak nagyon nem jó ez a technikai kifejezés ide, jelzi a hívőben, hogy valami nincs rendben. És ha kész a bűnbánata, akkor meg is tudhatja, hogy mi nincs rendben. És rendezheti. Ez a nagy kegyelem, hogy lehet újrakezdeni. Én is megszomorodhatom amiatt, amivel megszomorítottam az Isten szent lelkét. És ez az üdvössége való megszomorodás. És akár ott mindjárt az utcán hazafelé menet bocsánatot kérhet. És kérheti az erőt ahhoz, hogy ne dicsekedjék máskor. És kap ehhez erőt. Vagy egy másik példa. Egy bizonyos apuka délután hazaérve a munkából látja, hogy a gyerekei pontosan azt csinálják, amit ő nagyon nem szeret. Rettenetesen dühös lesz rájuk, kiabál, leszidja őket. És utána akár mihez fog, valahogy nem megy. Valami nem stimmel. Egy belső nyugtalanság, békétlenség lesz úrrá rajta. Mit rontott el? Hiszen mihelyt hazajött, ő nevelni kezdett, és ez a dolga. Igen ám, de abban a pillanatban eszébe jut, hogy mi volt a reggeli ige. Ez ilyen farpánsan megtörtént. Reggel a család az asztalnál együtt olvasta a napi igét, ami így hangzott: ti atyák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, hogy el ne keseredjenek, hanem neveljétek őket az Úr rendelése és intése szerint. A gyerekek még kuncogtak is, és mondták, hogy de jó, hogy ilyen is van a Bibliában. És most hazajön, és neki esik. Pedig nem is csináltak olyan nagy disznóságot. Ő volt ideges, ő kapott a munkahelyén sok rúgást aznap, ott nem adhatta ki a mérgét, hazajön, itthon volt rá ügy, és úgy tűnt, hogy jogosan ordítozik. Itt kiadta. És egyre inkább érezte, hogy nem volt igaza. Ez nem volt bűn, nem volt komoly rosszaság, ő volt ideges. Tipikusan az, hogy ingerelte a gyerekeit, és ennek a következménye az lehet, hogy elkeserednek. Akkor most mit kell csinálni? Csak nem fog bocsánatot kérni a gyerekeitől. Dehogy nem. Nem ment azonnal, de végül is oda kellett menni, és el kellett mondani ezt az egészet így, ahogy most elmondtam. Ez a Szentlélek munkája. Ilyen a Szentlélek megszomorodása. Vétkezem ellene, akkor megszomorodik, ezt jelzi,
ezt az újjászületett ember sokkal érzékenyebb lelki világa érzékeli, és ha kész bűnbánatra jutni, és ő is megszomorodik, akkor megkapja a feloldozást. És mehet tovább, mint bocsánatot kapott bűnös. Ennyit arról, hogy megszomorítani. Isten kegyelme nagy, és türelme nagy, csak vissza ne éljünk vele. Nem az a célja az újjászületett embernek, hogy minél többször igénybe vegye ezt a kegyelmet, hanem az, hogy minél ritkábban szomorítsa meg Isten szent lelkét. Van azonban ennél súlyosabb is. Az első Tesszalonikai levél 5. részének a 19. versében ezt olvassuk, a lelket meg ne oltsátok. Nem csak megszomorítani lehet, hanem eloltani is, és itt az az egyszerű kifejezés van, amikor lelocsolnak egy tüzet, és az kihúny, kialszik. Amikor Isten szent lelke valahol tüzet élesztene, vagy tüzet támasztana, ami világítana és melegítene, és azt valaki lelocsolja, és az egész megszűnik. Nagyon fontos, hogy hogy folytatódik ott ez az ige. A következő mondat így hangzik, a prófétálást meg ne vessétek. Ez az egyik legjellemzőbb esete a lélek megoltásának, amikor valaki megveti a prófétálást. Mai kifejezéssel az újszövetségi prófétálás az igehirdetnek, az igehirdetés felel meg. Tehát amikor valaki az igehirdetést megveti, vagyis nem úgy hallgatja azt, mint az élő Isten hozzászóló szavát, hanem csak az emberi részét veszi komolyan és azt kritizálja. És nem hoz létre semmi változást az életében Isten hozzászóló igéje. Megveti a prófétálást, ezzel megoltja a lelket. Isten szent lelke át akarná tüzesíteni az ő életét. Irányt mutat, valamit le akar leplezni, valamivel meg akarja ajándékozni. És ő elzárkózik, mondjuk ilyen szöveggel, hogy ez a pap nekem ne mondjon semmit. Na de hát, ha rajta keresztül Isten akart mondani valami fontosat. Nem, az nem lehetséges. Megoltotta a tüzet. És nagyon nagy veszély, amikor mások életében olthatjuk meg a Szentlélek tüzét. Ó, hányszor látom összeszoruló szívvel, és próbálom helyrehozni az így okozott károkat, amikor valaki komolyan veszi Isten igéjét. Szó szerint, nagyon komolyan, és rá akar állni. És egy fölényes, gúnyos arcmozdulat, vagy mosoly, vagy készlegyintés megoldja benne ezt a tüzet. Elveszett a kulcscsomó az egyik családban, egy nagyon fontos kulcscsomó. Azt mondja a nemrég hitre jutott gyermek, hogy imádkozzunk, és az Úr Jézus meg fogja mutatni, hogy hol van. Mire a hívő apuka, csöndbe legyél, kis öreg, itt most nem imádkozni kell, hanem megkeresni. Aztán keresték, és nem találták. A kis öreg pedig imádkozott. És imádság közben eszébe jutott, hogy egyszer még régebben valami lehetetlen helyre tette el az apjuk, és ott megtalálták. Megy oda, és ott van a kulcsomó. Nem kísért minket ez a nagy képűség, ez a felnőttes magabiztosság, így itt most nem imádkozni kell? Miért az Úr Jézus nem hallgatja meg az imádságot, vagy ő se tudja, hogy hol van a kulcscsomó, vagy nem tudja megmondani, vagy most mi a helyzet akkor? Az egész imádság az fölösleges? Amit erről papolunk, annak nincs alapja? Ha pedig mégis igaz, akkor miért nem tudjuk most egy ilyen konkrét helyzetben alkalmazni? A lelket meg ne oltsátok. Mérhetetlenül sok kárt lehet okozni. Kezdő hívők, üde az igét komolyan vevő hitének, vagy még nem hívő, kereső emberek őszinte vágyakozásának, vagy bárkinek, hogyha valaki ilyen cinikus gőggel közelít a szent dolgokhoz, hogyha kiderül, hogy nem hiszi, amit hisz, csak beszélt róla, a lelket meg ne oltsátok. Isten nagyon nagy felelősségünké teszi ezt, egy közösségben, egy csendes héten, egy gyülekezetben, sokszor csak a gesztusainkkal, a magatartásunkkal meg ne oltsuk Isten szent lelkét a magunk életében se, és másokéban se. Isten lelkét oltja meg az is, aki halogatja a neki való engedelmességet, aki ha külsőleg nem is, de úgy magában legyint valamire, ami pedig Isten igéjében benne van,
és ha valaki megoltja a lelket, az még inkább magára marad, mint aki megszomorítja. És meg kell tapasztalnia majd, hogy milyen az a Szentlélek vezetése nélkül kínlódni. És harmadszor beszél a Szentírás a lélek káromlásáról. Jézus a Máté 12-ben ad erről tanítást, és sokan nem értik, vagy félreértik, félre magyarázzák ezt. Arról van ott szó, hogy Jézus megszabadított egy megkötözött embert. Mondjuk így az egyszerűség kedvéért, ördögöt űzött. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje, és ő meggyógyította, annyira, hogy a vak és néma beszélt és látott. Mindenkiben fölmerül a kérdés, milyen erővel végezte ezt el Jézus. Jézus ezt mondja, én Isten lelke által űzöm ki az ördögöket, és ezért elérkezett hozzátok az Isten királyi uralma, az Isten országa. Isten lelke által űzöm ki. Igen ám, de ha ez igaz, akkor kétségbe vonhatatlan az, hogy ő mégiscsak Isten fia. És akkor mégiscsak ő a Messiás, a Krisztus. Ezt pedig az akkori hivatalosok köröm szakadtig tagadták. És ha ezt nem akarják elismerni, akkor nem szabad elismerniük azt sem, hogy Isten lelke által űzte ki, de mégsem emberi produkció lehetett ez, hanem, akkor azt mondják, a farizeusok ezt halván ezt mondták, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Tehát tudva tudják, hogy Jézus itt Isten hatalmával kellett, hogy működjék. De ezt nem akarják elismerni. Akkor gyártanak rá egy másik magyarázatot, mivel nyilvánvaló, hogy nem pusztán emberi erő volt, valami magasabb erő, akkor ördögi erő. Akkor az ördöggel szövetkezett, és azt tette őt képessé erre. Ez a Szentlélek káromlása. Amikor tudva tagadja valaki az Isten munkáját. Isten lelkének a munkáját. És ez ilyeneken nem lehet segíteni. Miért nincs bocsánat az ilyen bűnre? Mert Jézus azt mondja itt, hogy még ha az emberfia ellen szól, is valaki megbocsáttatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon nem bocsáttatik meg. Azért nincs erre bocsánat, mert nem is látja bűnnek. Következésképpen nem is tud bocsánatot kérni rá, nem tudja elfogadni az ehhez szükséges bocsánatot. Mert aki így tudva szembeszegül Istennel és tagadja az ő dolgait, az az ember éppen a bűnre való érzékenységét és a bűnbánatra való készségét veszíti el. És ez ilyennel nem lehet segíteni. Valaki ott szenved egy betegségben, jön az orvos, tudja, hogy miről van szó, tudna segíteni, kínálja a segítséget, ott van a kezében még a gyógyszer is, de az illető nem hiszi el, hogy amit az orvos mond igaz, és durván kiüti a kezéből a gyógyszert. Ezek után az ilyenen csak erőszakkal lehetne segíteni, az erőszak viszont hiányzik Isten munkamódszeréből. Ő erőszakot soha nem alkalmaz. Akkor marad az illető ebben az állapotában. Saját magát fosztotta meg a gyógyulás lehetőségétől. Vagyis saját magát zárja ki az ilyen ember az üdvösségből. Tudja, hogy csak Jézus segíthetne, de ő vagy nem akarja bűnnek vallani, ami bűn az életében, vagy abban az illúzióban ringatja magát, hogy ő azt egyedül is megoldja. Így nem lehet rajta segíteni, a bűnében vész el. Nos, ez az Isten mentő szeretetének való tudatos ellenállás, a vele való szembeszegülés, ez a Szentlélek káromlása. Amíg valaki amiatt aggódik, hogy vajon nem követte el ezt a bűnt, addig biztos, hogy nem követte el. Mert aki ezt elkövette, az már nem aggódik amiatt, hogy mivel vétkezett Isten ellen. Úgyhogy ne engedjék a testvérek, hogy az ördög ezzel gyötörjön bárkit, hogy nem követte de ezt el, mert ha valaki tud még gyötörni bűnök miatt, az nem követte el. Ott ez csak kísértés, amin át kell lépni, és Istent magasztalni az ő bűnbocsátó szeretetéért. Megvan tehát a nagy lehetőségünk, hogy engedelmeskedjünk a léleknek, kívánom minden újjászületett testvéremnek azt, hogy folyamatosan ezt gyakoroljuk be. Minél inkább engedelmeskedik valaki,
annál könnyebben érzékeli a lélek vezetését, és annál könnyebb lesz neki engedelmeskednie. Persze mindenféle kísértés is fogja támadni. És Isten őrizzen meg minket attól, hogy szembeszegüljünk a lélek vezetésével, akár olyan finoman, hogy megszomorítjuk, tehát valami erkölcsi bűnt megtűrünk az életünkben, vagy azt mentegetjük, vagy magyarázzuk, akár durvábban, hogy megoldjuk, és Isten őrizzen meg minket attól, hogy szembeszegüljünk tudatosan mindazzal, amiről tudjuk, hogy benne van az igében, hogy igaz, és hogy segíthet rajtunk. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük a nagy lehetőséget, hogy a te szent lelked vezet, vígasztal, bátorít és tanít minket. Annyira rászorulunk az ő tanácsaira, vezetésére, biztatására, vígasztalására. Segíts minket egyre nagyobb meggyőződéssel és egyre több örömmel engedelmeskedni. Hadd váljék ez begyakorlottá, hadd alakuljanak ki olyan lelki reflexeink, hogy ha te mondasz valamit, azt azonnal tesszük, önként, meggyőződéssel, mert ismerünk már téged, és tudjuk, hogy te mindig a javunkat akarod. Szabadíts meg minket minden rejtett gőktől, minden bennünk levő büszkeségtől, önhittségtől, és szabadíts fel arra, hogy egyet akarjunk veled, és boldogan tegyük, amit javunkra és mások javára mondasz. Kérünk téged, segíts ezt elkezdeni már ma. Bocsáss meg valahányszor megszomorítottuk, vagy megoltottuk a te lelkedet. Őrizd meg ettől a bűntől. És kérünk, hogy hadd ragyogjon fel előttünk egyre jobban a te igazságod, a te akaratod. Hadd értsük a te szándékaidat. Tudjunk meríteni abból a nagy gazdagságból, amit a tieidnek kínálsz. És ezzel tudjunk gazdagítani másokat is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a legegyszerűbb és a legszemélyesebb dolgainkat is, és te azokban segítesz. Így könyörgünk betegeinkért. Könyörgünk most különösen egy kislányért, aki súlyos műtét után is ugyanolyan nyomorult állapotban maradt. Légy irgalmas neki, és ne szégyenüljön meg az ő hite. Könyörgünk egy testvérünkért, aki hosszú, nehéz útra indul. Hadd tapasztalja, hogy egy percig sem lesz egyedül. Te valóban velük vagy a tiéiddel, minden napon a világ végezetéig, Urunk Jézus Krisztus. Te segíts, hogy bizalommal tudjuk eléd hozni mindnyájan a személyes gondjainkat, döntéseinket, szorongattatásunkat, és te adj nekünk győzelmet, megoldást, vígasztalást, útmutatást. Jézus érdeméért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.